Ez itt a Ricskeszt. Ez itt a Ricskeszt. A Ricskesztet hallgatok. Ricskeszt. Sziasztok. Nem fogtudni meg konferálni teket, bocs. Márk, konferálni betamogatokat. Legyünk rendhagyóak. Sziasztok, mi vagyunk a Stábed zenekar. Stábednek kell ejteni. A Stabd, nem? Stabd, amúgy. Stübbed. De magyarosan Stabd, amúgy, mert mindenkinek így lehet csak elmondani azt, hogy ez igen, és stübben, hány betűből. Stübbed magunkkal érkeztük. Figyelj, nekem tegnap volt, kérdezték, nem tudok beszélni, bazzeg. Kérdezték, ki lesz a holnapi vendéged? Mondom, Stabd, az ki? Mondom, azok kik, zenekar. Nem tudom. Jó, mondom, hát tudod a podcast. Jó, Stabd! Jó, oké. Egyszer próbálok meg valamit életemben helyesen kiejteni angolul, akkor nem, is lebazol. Nem baj, mert mindegyikre hallgatunk, úgyhogy... Ja, jó van. Okay. Viszont mindig az angol verziót mondjuk, és utána elmondjuk magyarul is, hogy akkor rájöjjenek, hogy leessen a tantusz, hogy hát megtanulják. Az, döfettek. Tehát akkor így ezután a kicsit kalandos felvezető után sok szeretettel köszöntök mindenkit a Ricskeszt legújabb adásában, a vendégem a Stabd zenekar. Tegyétek meg azt, hogy mindenki bemutatkozik azért, hogy aki csak hallgatja az adást és nem nézi, az is tudja, hogy mikor kibeszél. Mondjuk legyen balról jobbra. Jó, sziasztok, én Misel vagyok és basszus gitározom. Sziasztok, Márk vagyok és dobolok. Sziasztok, Attila vagyok és próbálkozok a gitározással. Sziasztok, Geri, és én is gitározom, így az Attila mellett, amit ő nem tud eljátszani, azt én eljátszom. De csak próbálkozunk. Nem is tudom, hol kezdjük igazából, mert hogy mindig van annyi történés a zenekar körül, hogy próbáltam egy kicsit utána nézni, hogy mik történtek az elmúlt időben, és rájöttem, hogy egyikről sem maradtam le, úgyhogy tök jó. De hát, talán kezdjük a legaktuálisabb dologgal, hogy nemrég megjelent az új EP-tek. Na de itt viszont azért adja magát a kérdésre, nem arról volt szó tavaly, hogy ez egy nagy lemez lesz idén? Vagy én emlékszem valamire rosszul? Hogy ne kezdjek ennyire geci kérdéssel rögtön az elején? De hát még lehetne még gecibb is, úgyhogy ez abszolút dicséretes. Tényleg micsoda? Mit kell? Nem mondjuk ez, akkor az úgy nem fair, tehát így. Hát majd kitaláljuk később. Szerintünk érdemesebb volt így csinálni, mint hogy töltelékdalokkal legyen meg egy nagy lemez. Nem haladtunk a dalírással úgy, hogy szerettünk volna olyan ütemben. És akkor ez lett a nagy megoldás, hogy akkor öt erős dal lesz ilyen töltelékes nagy lemez helyett, amit sokan csinálunk. Ha jól emlékszem, akkor az volt, hogy a kislemez befejeztük, és rögtön nekiálltunk a Long Way Down-nak, és kb. Ilyen 6 hónap alatt nyögtünk ki magunkból egy egész lemezt. Olyan témákkal, amire ilyen másfél év mire megtanulod. És megfogadtuk, hogy soha többet nem csinálunk ilyet, és akkor a következő lemezni megbeszéltük, hogy tényleg mindenféle sallangot, meg mindent levagdosunk, és csak olyan dalokat adunk ki, amivel 200%-ban elégedettek vagyunk, úgyhogy annyit elpöcsöltünk ezzel az öt dallal. Hát mondjuk azt hallani. Hogy, meg a másik az, hogy rengetegszer kapjuk azt a visszajelzést, hogy ebből egy teljes lemeznyi sok, mert annyira sűrű a zene, annyira nehezen nem észthető, hogy ebből öt dal bőven elég egyszerre. Érdekes egyébként ez a megközelítés, viszont mondjuk a lehető legpozitívabb értelemben lehet benne valami, mert hogy azért, amikor meghallgattam először az EP-t, és lement az öt dal, nem volt hiányérzetem egyáltalán. Tehát nem volt az, hogy hú, de jó lenne ebből mondjuk még öt dal, hanem azt mondom, hogy igen, oké, akkor most ez menjen még egyszer. És utána ez szerintem is jobb, hogyha ha inkább valaki így van vele, hogy oké, ez mehet akkor többször, mint hogy hát igen, mint hogy te is mondod, hogy hát ja, igen, jó, az a 6-os dal, csak el lehet léptetni, az a 9-es, 10-es, az meg nyugodtan le is maradhatott volna. Akkor elmész sörér, hogyha koncert van. Meg a másik az, hogy érzelmileg is sok az egész, mert valami eltelt egy év, ugye mire kiadtuk nagy nehezen, és amikor így objektív füllel X idő után újra hallgattuk, én rosszul voltam tőle konkrétan. Tehát én sajnáltam azokat, akik ezt meg fogják hallgatni. Jó, de te tudod, miről szól ez a szöveg. Mert már annyira sok zeneileg is annyira agresszív, mondjuk lett egy újrakeverés, akkor azért így szoftosodott a hangzás. Előtte még szörösebb volt, és ez ilyen elfáradtál baszki az öt dal után, még mi is. Az eredeti keverés az a Breaking Down-nak a keverése, a klippes számnak,
az azért szegelősebb, mint az LP, ami a végére lett. Cigára volt kicsit, igen. Igen, igen, az kicsit túl lett lőtt a célon, úgyhogy finomítottunk rajta a vége fele már, a végére. Mennyire volt koncepció, vagy nem is hát mennyire volt koncepció? Hát ennek, hogy nem is értem, hogy mire gondoltam, amikor elkezdtem a kérdést. Hogy választottatok stúdiót ehhez az LP-hez? Egyértelmű volt, hogy mentek a Várihoz? Biztos voltatok? Legutóbb bevált, úgyhogy most is mentünk hozzá. Előtte, nem is tudom, az LP-t azt hol vettük föl? Nóniusznál vettük föl. Meg a Vackor Mikivel. Meg a Vackor Mikivel, igen. Meg a Gácsabival. Jó volt együtt dolgozni a Gáborra, gyorsan tudtunk dolgozni, és gyakorlatilag egy-két, vagy maximum három körből meglett a keverése az előző nagylemeznek, és emiatt döntöttünk, hogy megint megyünk, mert megértjük egymást. Hát a Vári olyan volt, hogy megmondtad neki, hogy azt akarom, hogy úgy szóljon, mint ez a lemez, vagy ez hasonló, és utána megkaptad a keverést, és úgy szólt. Ja, és akkor még egyszer mondtál neki valamit, hogy itt meg ott az legyen, ja, és utána visszakaptad, tehát annyira érti, hogy mi kell a modern zenékhez, mik mennek nyugaton, és annyira mindig topon van, és nézi, hogy mik azok a keverési módok, amik mennek ki, és rengeteget tanul, tehát a csávó eszméletlen, hogy mennyit fejlődik, meg full autista. Hát most meg, jó értelemben. A jó értelemben, és a dalszövegeket is megproducerelte ott helyben, a kiejtésre is nagyon jó meglátásai voltak, hogy még ott a hangsúlyozás, meg kiejtésbeli dolgok, tehát mindenbe hallgattunk rá, és nagyon jól működött a munka, úgyhogy nem volt kérdés, hogy legközelebb is oda megyünk. Olyan volt, mint egy osztálykirándulás, ugye ott voltunk pár napot, és imádtuk. Hát mondjuk, azért csak így belegondoltam, hogy ezt mondjuk az utolsó disztópia, hogy szól, hát ja, igen, az mondjuk önmagában elég lenne referenciának, azért szerintem is nagyon jó dolgok kerülnek ki onnan, sőt, talán most így belegondoltam az elmúlt időszakba, tehát az összes ilyen tényleg jól elkapott szandú magyar lemez az így onnan jött nekem, és talán azért is figyeltem fel rá, hogy mindegyik az ő keze munkája, mert nem ilyen egy kapta faszand van, hogy mindegyik ugyanúgy szól, tudod, és akkor így, hát persze jó szó, mert olyan, hanem hogy így jó el voltak találva. Csomó mindent mutogattunk neki, hogy hú, ezt még nem hallottam, és hú, de érdekes, hogy ez megvan csinálni, és azonnal utána néz, hogy az az adott külföldi nyitott lemez, az hogyan lett keverve, és így beleássa magát. Meg figyel rá, hogy mi illik a zenéhez. Mi áll jól neki. Tehát nem az csak, hogy simán valaki odajön, megnyomja a rekordgombot, eltűri az embereknek a dolgát, és hanem, hogy figyel arra, hogy milyen zenét játszanak. Majd elhívjuk őt is egy adásba, azt kifaggatjuk. Ezt mindenki. Egyet disztópiára, egyet meg hangmérnöknek már hát, így. Szerintem. Úgyis most elindult ez a zeneipari háttéremberes sorozat, úgyhogy oda teljesen tökéletesen beleillik. Meg hogy mire gondolunk, amikor azt mondjuk, hogy autista, az ilyen valami, az karácsonykor volt, nem? Konkrétan, amikor egyszer csak küldte nekem egy üzenetet, hogy csinálta Vári egy új mixet, mert hogy vett valami új plugint, és ki akarta próbálni, és így küldött egy új mixet így a semmiből, amikor már azt hittük, hogy na, most van egy ilyen kész, mondjuk. Nem bírt megnyugodni, az a lényeg, hogy... Valami baszta az agyát, és így csinált. Már mondtuk, hogy jó lesz Gábor, köszönjük szépen, és akkor egy hét múlva, te figyelj, újra kevertem az egészet, mert hogy mondom, de minek? És akkor tényleg egyre jobb lett. Tehát egy ilyen szorgalmas autista, akkor nem mondjuk már többször egyébként, de még egyszer utoljára szól egy szorgalmas autista. Meg ez nekünk is tökre jól esett, hogy ennyire szerelmes a zenébe, meg ennyire tetszik neki. Tehát tényleg nagyon lelkes volt ettől az egésztől. Igen. Jó, de talán... Most nem is tudom, hogy erre is mi a jó kifejezés, de talán csak így lehet ezt úgy igazán, nem? Na máshogy nem érdemes. Így kéne mindenkinek, igen. A fölösleges a többi, az most csak. Mi volt az első gondolatotok, amikor, ugye te mondtad, hogy neked mi volt, amikor végighallgattad ugye az LP-t egyben, nektek mi volt az első gondolat? Az volt, hogy ez is a soundra vonatkozik, hogy túl jól szól. Mondom, én most valami hibát akkor is fogok benne találni, itt dögöljek meg, úgyhogy elkezdtem hallgatni, mert az előzőben találtam, ott valami cím problémám volt lényegtelen, és most is kerestem, és nem találtam, de mondom, az nem létezik, hogy tökéletes, tehát nekem így az volt az első gondolatom, én elkezdtem a hibákat keresni, és nem találtam meg. Az nem jelenti azt, hogy nincs, de nekem tök jól esett, mert azért saját anyagán nem akar az ember hibákat hallani. Hát én ilyen tudományos oldalról közelítettem, meg nem érzelmi. Hát jó, hát figyelj, most te gyereked, hát ha neked fontos az, hogy hibát van. Eláll a füle, vagy nem. Igen, kacska, foga, vagy valami.
Ez egy modellgyerek, tehát ilyen tökéletes izé Pampers modell baba lesz lett. Figyelj, azért majd küldjük el az adást majd nekik, hogy hát, ha megszponzorálják, tudod, egy kis említésre cserébe. Hashtag bármi szponzor vagyunk. Ja, persze. Várj, Geri, de most legyél őszinte. Én. Mert te nem voltál benne az zenekarban, amikor hallottad ezt. Én ugye nem ezt játszottam volna, meg nem így játszottam volna. Ez egyértelmű, mert hát az embernek van egyfajta ilyen elképzelése. De én, amikor ez az EP készült, akkor én így hivatalosan nem voltam így a zenekarban, mert hogy én pont mielőtt az egész elkezdődött volna, akkor én kiszálltam így egyéb más okaim miatt. És tehát miután ez kész lett... Nem akartál tökéletes EP-t csinálni. De pont túlságosan is akartam volna azt az EP-t tökéletesre csinálni, csak hát ugye akkor jobb, ha inkább nem vagyok ott. Nem, amúgy egész más okai vannak, de ezt most inkább nem is taglalom. Tehát a... Az a csáva egyébként, aki keveset beszél? Csak hogy tisztelen. Szófos vagyok, már bocsánat. Úgy tudtuk. Na mindegy, tehát a külső szemlélő szerintem sokkal jobban egyben van ez, és koherensebb a zene. Így, hogy... Hogy nem voltál benne. Igen, köszönöm. Na, tehát igen, nagyon sok beleszólásom nem volt, konkrétan nulla. De én büszke vagyok a srácokra, örülök, hogy így összehozták. Nélkülem is. Ó, Istenem. Ugye? Igen, nélküled is sikerült. Nagyon, na, szóval ez lett eddig a legjobb. Ja, Istenem. Én büszke vagyok a srácokra. Hát akkor, köszi. Akkor majd levonhatjuk a konzekvenciát, hogy a következő EP vagy lemez előtt is kiszállsz majd. Igen, de akkor... Csak előtt írd meg a szólókat, hogy... Igen, de koncertek, persze, majd. Amit azért beszállsz a pénzbe majd. Tehát úgy szállják ki, hogy előbb kifizeted. Ilyenek szoktak lenni. Attila írta egyszer, amikor mondta, hogy bazd meg, nem tudok szöveget írni, nem jön a kreativitás. És akkor kérdezte, hogy elhagyjalak? Igen. Segít neki, hogyha elhagyja. Hogy szakítok veled, és akkor menni fog. Mondtam, hogy először jöjjünk össze, de összejövünk, és aztán elhagyom, csak azért tudjon írni dalszöveget. Az egy szép dolog az önzetlenség, igen, nem? Igen. Nem húztad meg a kérdést, Michel-tese? Nekem annyi volt, hogy akkor ez most az, ez is most már így békén hagyjuk, mert így a felvételekhez képest, így igen, felvételekhez képest ilyen nagyon sok idő telt el, és én már nagyon vártam, hogy most már valahol állapodjunk már meg, mert már csak az volt, én már nem hallottam különbséget, semmit, így. Az, amit én akartam hallani benne, az megvolt, már eléggé az elején, és akkor az ilyen apró kis szarságokat, én egyrészt süket vagyok, nem is hallom, meg annyira nem is érdekel, úgyhogy így most már ez lesz akkor a vége, és meg vagyok kész. Való. Azt mond, igen, kész, ez a vége, és így végre. Nagyon lesz, jó. Lesz, amikor te egyik basszusgitáros haverom, aki azt mondta, hogy figyelj, ez az én kontrollom, igen, akkor basszusgitár legyen benne, a többit leszarom. Így, igen. Aztán rájöttem, hogy a dobot nem árt, de... Igen, ja. Ez fontos. Milyenek voltak a visszajelzések az EP-re? Nem a Hammerworld kritikára gondolok, azt tudom, hogy... Köszi. Az egészen jó lett egyébként. Nem tudom, ki írta, de... Mennyi volt? Jó. Még nem utaltak, bazd meg, úgyhogy... Már mindegy. Meg nem utaltál neki? Bazd meg. Pedig a kóba tetted a pénzemet. Ez veszít az új dobokat, aztán neked meg nem utaltál. Akkor onnan van pénz, jó van. Befizett a Patreonra már. Ja, jó. Visszajelzés? Ja, mondjad csak nyugodtan. Volt? Nekem nagyon nem volt. Vagy volt? Hát az, hogy kurva jó szól, meg kurva jó, de ilyen alapos visszajelzést nem kaptunk, csak ilyen buksisimogató jellegű. Tehát így, hogy valaki leírja azt, hogy ez miért tetszik neki, vagy miért nem tetszik, vagy bármi. Én nem nagyon szeretem az olyan visszajelzéseket, amikor tényleg vagy azt mondják, hogy jó, vagy az, hogy szar, de hogy nincs mögötte semmi tartalom. Nem jó, mert hogy igazából... Nemrég azt mondta nekem egy ismerősöm, hogy ő azért nem feltétlenül szereti az én írásaimat, mert én általában mindig mindent megdicsérek, ami ugye önmagában nem igaz, tehát szintén ami nem tetszik, arra nem szoktam írni, mert sajnálom rá az időt. Ugyanakkor mondjuk elmondom a produkciónak, ha megkérdezi a véleményemet. Volt is ebben múltkor pont egy sértődés, bocsi, úgyis tudni fogja, akire gondolok. De hogy... Igen, tehát hogy én is azt mondom, hogy én például azért szeretem a pozitív kritikát is megírni hosszabbra, hogy szerintem abból is lehet okulni, hogyha tudod, hogy miért jó valami. Mert ez a tök fasza, a következő is reményként tök fasza, ez oké, csak mi volt benne jó, hogy mitől volt jó, hogy mitől nem. Egyébként nekem az volt a nagy ilyen releváció, és aztán nem is írtam le a kritikába, hogy én annól az első EP-t, maga lemeztem, tök sokat hallgattam. Neked azt szerintem mondtam talán a Rock Marathonon tavaly.
és baromira szerettem is, de valamiért ez az új, ez tök más volt. És azt azoknak a kedvenek, akik nem olvasnak metálban, mert miért nem, de igen, tehát hogy leírtam a kritikába, hogy nekem ez az EP érzelmileg adott borzasztóan sokat. Eleve nagyon jó pillanatban talált meg, és úgy ez, amit mondtál te is, hogy úgy soknak érezteni, meg pont, hogy nem. Tehát, hogy én meg azt éreztem, hogy na igen, végre van egy anyagnak lelke. Kicsit olyan volt, mint a tavalyi Korn lemez, pedig érdekes, nem vagyok egy Korn fan, finoman szólva, de a Nothingnál éreztem azt, hogy na ebben benne van mindenkinek a szíve lelke. És hogy ez ilyen nekem, ez EP is ilyen volt. Hogy míg elolvastatok ezt a kritikát, most független legyünk attól, hogy én írtam, akkor mennyire tudtatok egyet érteni vele? Érdekes kérdés. Ja, én örültem annak, hogy ennyire átment, mert amúgy hát szövegileg, meg érzelmileg ez megy a legmélyebbre, ez biztos, mert ez a legszemélyesebb részemről az anyag. Zeneileg meg szintén rettenetesen agresszív, tehát még agresszívabb lett, mint az előző lemez. Nem is nagyon ez volt a terv egyébként, hogy eredetileg nem. Az első dal a Cyclones volt, amit megírtunk 2 éve, igen. És abban egy darab durva ének nem volt, és az volt azt hittük, hogy ilyen irányba fogunk menni, hogy így már így nyugodunk le, meg mit tudjam én. És aztán, ahogy Attila kezdte átküldeni az új dalokat, megint ilyen vérhányás lett belőle, és én meg ilyenkor az volt, hogy nem alszok, megírom a dalszöveget, ami miután átküldi, és akkor hajnali 6-kor így megkapja, és akkor hát ez most megint egy ilyen... Én mindig írja, hogy jaj, rosszul vagyok, én megyek, mindjárt rájulok, ilyeneket szokott írni, igen. Ja. És akkor ez megint ilyen, megint ilyen nagyon vidám lemez lett, pedig nem erre számítottam. És hogy ez átment, tehát ennek, hogy tökre örültünk. Ennek, jó. Igen. Igen, talán az is benne van, hogy a Tomi érzelmileg azért jobban tudott ráhangolódni erre az egész dalszöveg témára, mint az Alex. Tehát én lejártam Szegedre, együtt voltunk ilyen hétvégéket, és akkor kérte, hogy magyarázzam el, hogy mi van a dalszöveg mögött, mit értettem ez alatt, és így tehát meg lelkileg is sokkal jobban egy szinkronban vagyunk a Tomival. És valószínűleg... Ez számodra fontos? Persze, hogy fontos, hogy átadja azt, ami tehát én Attila zenéjére írom a dalszöveget, tehát az is komplementálnia kell egymást a zenének, meg a dalszövegnek, és akkor az egy nehéz dolog, hogy egy nem az énekes írja a dalszöveget, és abba beleérezni magadat, főleg, hogyha nagyon személyes a dalszöveg. Tehát, hogyha ezzel nem tudsz azonosulni, akkor nem is fogod tudni úgy átadni, ahogy kéne. Igazából azért voltam erre kíváncsi, mert hogy nem egyszer, nem kétszer futottam bele olyanokba, és mondjuk azt, hogy kemény zenét játszó zenekaroknál, hogy ilyen valamilyen rockinformos zsargont is elsősünk, hogy a szöveget teljesen így hátrébb sorolták, tehát hogy a zene volt a lényeg, legyen meg benne a komplexitás, legyen meg benne a súly, szöveg meg lesz, ami lesz. Viszont nálatok meg tökre azt érzem, hogy a zene meg a szöveg egyenrangú, tehát a szöveg is legalább annyira fontos, mint maga a zene. Igen, csak nekünk nagyon... nem, de a Márknak igen. A Márknak igen, ezért a zenekarnak igen, csak az a baj, hogy megint csak azt látom, tapasztalom, hogy közönségnek meg ugyanúgy kurvára nem, mert nem, egyrészt nem értik nagyon az angol miatt sem, de ez még tovább menve, hiába tudok én mondjuk viszonylag jól angolul, azok a szövegek, amiket a Márk megír, az így, hát kurvára nem egyszerű. És így... Nem is egyszerű témákat boncolgat, tehát így, nagyon aki nehéz, viszont megérti, az viszont szerintem nagyot üt. Ugye én nem vagyok túl jó angolból, de addig szenvedtem velük, amíg azt nem gondolom, hogy megértettem őket. Ez már kurva jó, hogyha ennek is ez a lényeg, ugye nyilván nem az a cél vele, gondolom, hogy a saját nyüglődésedet értsék meg egy az egyben, hanem hogy ami nekik átjön. És hogyha valami jön át, az már kurva jó. És... Igen, mert hogy szerintem is talán inkább pont ez, talán ez a jó kifejezés rá, hogy nem egy konkrét adott, kiragadott élethelyzet van ábrázolva, hanem egy olyan szituáció, amit bárki magáénak érezhet, illetve adott esetben bárki tanulhat belőle.
ha jól gondolom. Ja. Ez egy lelki állapot, amit lefest az igen. Egész így a szöveg, meg a... Igen, leginkább arra próbálok, hogy egy bizonyos fajta érzelmet, vagy egy érzelmi állapot, vagy egy atmoszférát írjak le, és azt meg abszolút a zene váltja ki belőlem, és akkor a zenéhez próbálok kapcsolni olyan velem megtörtént dolgokat, vagy ami érdekel, vagy nagyon sokszor inspirál film, vagy könyv, vagy bármi ilyesmi, és akkor azt az adott hangulatot próbálom fokozni. Ez tök jó, hogy mondod, mert én imádok ezen lovagolni interjúba. És egyébként meg imádok ezekkel szórakozni. Ugye teljesen véletlenül került a kezembe a dalszövegírás, mert mikor elütött az autó 4 évvel ezelőtt, vagy mi volt, és az Alexnek annyira nem mentek a dalszövegírások, és ott álltunk az LP-be, hogy nincsenek dalszövegek, meg énektémák. Én meg másfél évig nem tudtam járni, nem tudtam dobolni, és akkor unalmamban nekiálltam fordítgatni a magyar verseimet át így angolra, és akkor egyszer átküldtem Attilának, hogy te figyelj, földemóztam, fölüvöltöttem, és akkor így mondta, hogy ez így igazából működhet is, és akkor Alexel átjöttek, földemóztuk, és fölénekelt, és bazd meg, ez kurva jó, tehát és Alex hangjával már teljesen jól működött, és akkor erre így rákaptam, mert untam, és úgy írtam meg az LP-nek a dalszövegeit, olyanok lettek, amilyenek. De aztán én nagyon, egyébként jobban élveztem sokszor, mint a dobolást, meg a mert hogy magyar szakos tanár vagyok eredetileg, meg szeretek írogatni, és akkor ezek ilyen saját puzzle-ök, így el vagyok vele. Egy csomó ilyen rejtett fasság van benne, meg ilyen intertextualitás, meg ilyen utalások mindenféle szarra, de ezt senki nem fogja soha érteni. Soha senki nem fogja érteni, nem is ez a lényeg, ezt a saját szórakoztatásomra csinálom általában. Homotextuális. Egyébként én ki akarom egyszer adni a demódalokat, a Márknak a draft éneksárgyaival kegyetlen. Imádni fogjátok. Emberek meg fognak a rögéstől halni. Hát majd mentőt kell hívni, meg mindent. Ja, valószínűleg már nem volt, de mindegy. Érted, hogy... Az összes dal megvan így, szörnyű, iszonyat. Nem töröltem le, kegyetlen. Vagy megy a kis zene, és ez meg ilyen fejhangon kornyikál. És ezt megkapja egy énekes, és amikor elénekli, akkor jó? Akkor jó? Igen. Ezt át tudod adni, ezt az érzést, ezt a fájdalmat, amit mi amikor halljuk, akkor fú, hamisan, te figyelj ezt, és akkor Na végén már nem volt annyira hamisan. És túlélted? Mikor mondtad ezt, hogy autót tunozzam meg, neked mondom, ez. Hát nem tudom, hogy mi a cél, hogy a hangok hova akarnak. Ez nem modern hip-hopot vagy rappet csinálunk. A kérdés miért nem? Lehet, hogy az is jó lenne. Hát ki tudja. Szeret, a Márkon kívül mondjuk a Márk miatt mehetne. Igen. Valami hip-hopos téma, mondjuk az bele is szokta rakni a grúvokat. Szeretem én is. Azok mind a szövegek is úgy vannak tagolva. Csomóan nem veszik észre, tele van hip-hoppal az egész stablemez. Undorító. Ez úgy nekem se tűnt fel, pedig nem figyel, csak ő tudja egyedül amúgy. De, vagyis, hát most meghallgat, elkezded a Cyclones, és tehát az egész ilyen headbobbing elkezd a szákhalimpán. És egyébként tényleg. És tényleg. Hú, jó, oké. Már be tudom, holnap mit fog hallgatni munka közben. Rappet. Hip-hopot. Most úgyis orvérzésig hallgattam egy zenekart 2 napig, úgyhogy most már kell valami más. Ugye mondtad, hogy szeretsz így könyvekből, filmekből ihletődni, meg imádok ezen a témán lovagolni, mert nem szeretem, amikor dalszövegeket magyarázunk, mert az mindig ilyen általános iskola irodalom óra feeling, és ezt meg akkor se szerették sokan. Most, amikor a szövegeket írtad, volt valami olyan, ami úgy nagyon megihletett? Akár zene, akár film, akár könyv? Hát konkrét nyúlás van a Never Hear-ben. Ott a refrain, az a Rectify című sorozatnak egy rettenetesen erős jelenete. Nem tudom, hogy vágod ezt a sorozatot. Nem. Hogyha nem, akkor mindenképpen nézd meg. Azt hiszem a Sons of Anarchy-nek a rendezője csinálta, és Oscart kellett volna kapni a főszereplő faszinak. Arról szól, hogy 18 évesen börtönbe kerül, mert hogy állítólag megerőszakolta és megölte a barátnőjét, és 20 év múlva újra vizsgálják az ügyet. Már ugye modern eszközök állnak rendelkezésre, és valami csoda folytán megtartanak valami DNS bizonyítékot, és újra tárgyalják az egészet, és az alatt ugye hazamehet.
És ez a csávó 20-30 évet leélt egy magánzárkában, úgyhogy 18 évesen a serdülőkorába került oda be. És abban van egy, és ugye azt írja le a sorozata, hogy megpróbál visszaépülni a társadalomba, meg könyveken keresztül tanulja meg a világot. És akkor így visszakerül a valóságba, mint egy ilyen bűnös ember, akit mindenki gyűlöl, holott nem is biztos, hogy ő volt, aki elkövett. És egy ilyen rettenetesen gyönyörű, ártatlan lelkű emberről van szó. És van ez a jelenet, amikor a pszichológusával beszélget a magányról, vagy hogy milyen érzés volt abban a magánzárkában lenni így egymagadba. És ott van az a rettenetesen erős monológ, amit részben lenyúltam a Never Hear-nek a refrénje, ez az I think I'm not, I'm nothing, I'm dead, I'm alone. És az egy ilyen gondolkodom, tehát vagyoknak a kifordítása, vagy amikor már gondolkodásnak egyszerűen meg a nyelvnek sincs értelme, mert hogyha nem tudod kivel használni, akkor egyszerűen egy ilyen fú káosz alakul ki a fejedbe, és ez a... Hát ezt írja le a dalszöveg is, hogy ez az elszigetelődés, vagy hogy nem vagy jelen, vagy... Mondjuk igen, az is igaz azért, hogy ilyen dalszövegekkel elég nehéz lett volna mondjuk vidámabb lemezt csinálni. Miatt azon az egész. De amúgy nem is cél szerintem. A Never Hear-nek az volt számomra a koncepció, hogy elképzeltem, hogy milyen az, amikor majd az utolsó ember marad itt a földön. Amikor kihal az egész emberiség, és az utolsó ember, aki ott mászkál a romok között, és hogy minden, amit alkottunk, vagy amit létrehoztunk, az teljesen funkcióját veszti. Találkozik a maradék. És ezért akartam a borítóra például ezt az üres széket, hogy ilyen használati tárgyakra gondoltam, amit soha többet nem fog használni senki, és elveszítik az értelmüket. Apaink eltették évekkel előtt. Rafia kötő. Nem senki. Jó. Őket nem érdekli ez a háttérben. Hát egyébként, ja, ezt a sorozatot mindenképpen ajánlom, mert ez csodálatos. Ezt én mostanában életem először. Én is amúgy. De nem baj, nem zsíri jó szöveget. Szerintem ezt ide tartogattam. De hogy is. De, hát én nem magad biztos. Biztos beszéltem el, csak jó van már, fog már. Ja, már jó van már. Hússajál már. Nem, azt mondtad, ezért nem haragszó. Neki fontos, tudod te. Mi meghagyjuk. Jó, hát figyelj, most csak magamból indulok ki, hogy nekem is volt egy elképzelésem annó a podcastnál, hogy mit szeretnék ebből az egészből kihozni, és nagyon sokáig nem osztottam meg senkivel, meg egyébként ugye technikai dolgokat is Lacival megbeszéltem, és így kb. Ennyi volt, és amikor mondjuk az első ember azt mondta, hogy figyelj, amúgy meg nekem ez tökre olyan minta, és akkor mondtam, hogy akkor jó, akkor király, örülök neki, tudod. De hát igen, tehát hogy ez a ilyen fullasztó egyedül létérzés, az nagyon ott van abba a dalba, és szerintem talán lehet, hogy ez volt az első, ami úgy beragadt úgy igazán, mert hogy, mondom, pont érdekes paszban voltam akkor, amikor nekiugrottam az LP-nek, és hogy talán ez is volt annak a hónapnak a... Mondjad! Jó, nem, csak dolgozik a sör. Meg a rally. Nem szagos a videó, az a jó. Meg arra is, igen. Csak azt hittem, hogy valamelyik része nem jó. Nem, ez már fizikai is dolgok. Ne reagálj az arc kifejezéseinkre, és akkor lehet tudod mondani, amit szeretnél. Már minden. Ne nézz rám. Igen, ezen a sorozaton kívül volt még valami? Hát a Tolarisnál utólag jött. Mondd el. Nem, mert ez a te ötleted volt. Már úgy jött volna hozzám azzal. Akartunk egy ilyen filmből készült videóklipet, hogy ilyen filmes jelenetekből vágjuk össze, és akkor elmeséltem a Michelle-nek a sztorit, hogy ez valójában egy ilyen Bonnie and Clyde-szerű sztori, hogy beülnek a kocsiba, és akkor ilyen fast life, és szétcsúsznak, meg folyamatosan ölik egymást, és akkor végül belehalnak egy ilyen autóútba. És ott bennégnek a kocsiba, tehát ezzel kezdődik kb. A kép. És amikor elkezdtünk keresni jeleneteket a videókliphez, akkor rájöttem bazd meg, hogy ez full a David Lynch-nek a Lost Highway story, az egész dalszöveg úgy, ahogy van. Annyira imádom azt a filmet, hogy valószínűleg ennyire
beégett az agyamba, és írtam rá egy dalszöveget. Ezekre egy néha utólag jövök rá, hogy mi a tökömet is csináltam. Én annól emlékszem, egy novella pályázatra írtam egy novellát, és amikor elküldtem, akkor írták vissza, hogy tök jó, csak ebből ezt XY filmet rendezett 20 évvel ezelőtt. Rámondom, oké, bocs. Majdnem, igen. Hát majdnem, de zenében hál' Istennek belefér ez a nyúlás. Nem, hát konkrétan újraírtam az Alkanyatóbb írhatik sztoriát, csak a Vadnyugaton, tudod. De hát igazából ilyen film is van, az a cím, hogy Dead Birds, csak akkor még ez annyira nem volt ismert itthon. De rendes vámpírokkal van minden. Nem, vámpírok vannak benne, hanem nem akarom lelőni a poén, nézd meg inkább. Halott madarak címe kijött itthon is, megjelent DVD-n is, szinkronosan is elérhető különböző videótékákban. Kemény, durva, kicsit ilyen pszichó, inkább annak ennél, hogy véres is, de nem szó szerint nyúltam le a sztorit, nyilván csak a 80%-ban nézett, tehát nem volt annyira vészes. Mondom, a Lost Highway, amikor kijött, emlékszem, hogy szerintem a haveritársakban én voltam az egyetlen, akinek tetszett. És mindenki mondta, hogy neked az bejön? Vannak ilyen véletlenek. Pár évtizedig egyedül voltam ezzel, én is így. Érdekes. És többen. Amikor egyébként úgymond dalszerzési időszak van, akkor szoktatok zenét hallgatni? Vagy pedig kizárjátok az impulzusokat? A dalszerzés alatt még nem zárjuk ki az impulzusokat, de hogyha már kész van a dal, és már csak csiszolgatjuk, akkor én már nem szoktam mást hallgatni. Tehát, hogy van egy inspirációs fázis, vagy hogy mondjam, akkor nyilván, akkor amit csak tetszik, akkor azt folyamatosan próbálom elemezbe hallgatni. De hogyha már úgy mondjuk nagyjából azért megvan a dal, és akkor már csak színezgetjük, meg a struktúrát beszéljük, meg stb., akkor meg már csak a dalt szoktuk hallgatni. Mindannyian így vagytok ezzel? Ők a dalszerzők, úgyhogy én így vagyok ezzel. Én nem bírok ki egy napot, hogy ne hallgassok valami. De nem volt csak a sajátunk? Ott van hányásos sludge metal. Nem, mert én mindig túltolom. Ezt akartam én is mondani, hogy amikor már az van, hogy kapok egy első verziót egy dalból, ami már most már eljutottunk oda, hogy hát vannak olyan zenekarok, akik annál szarabb minőséget adnak ki, tehát hogy így az Attila így már olyan szintre fejlesztette ezt a demózás témát, hogy iszonyat, tehát hogy így mindegy. Szóval kapok egy ilyen első verziót, és akkor... Pénzt kérhetnék tőlük, nem? Akkor, igen, akár. Akkor azzal az a baj, igen, hogy azt rongyá, és folyamatosan azt hallgatom, és nekem is ez szokott, hogy kell, mert már azt veszem észre, hogy egész nap rohangáltam a városban, meg békávéztem, meg minden, és az egy dal ment végig, és ez így nagyon rossz, mert mire eljutunk oda, hogy föl kell venni, meg mire kijön, minden okálok tőle, és így, fú, a Breaking Down-nál volt így, ugye az először kijött egyedül, és azt külön is vettük fel, egymaga azt a dalt, és akkor azt itt nem tudom hány százszor hallgattam meg különböző mindenféle verziókban egy-két hónap alatt, és már nagyon utáltam. És szerencsére most mire elkezdtük játszani, meg mire kijött az EP, addigra már az már elmúlt, és akkor most már szeretem, de hú, nem. Hány dal kerül a programba az EP-ről? Mind. Mindegyik. Mind. Ezek olyanok, hogy ez... Ez most jobban ez reprezentálja, ami... Ez kell oda. Amik vagyunk, meg sokkal jobban élvezzük. Jó, meg technikailag is. Igen. Tehát ezt tudni kell rólunk, hogy az összes lemez olyan, hogy 10-zel fölé lévünk az aktuális tudásunknak, és akkor másfél évig tanuljuk azt a fasságot, amit kitaláltunk. És akkor utána ezt színpadra vinni, és akkor eltelik 3 év, és utána, hogy ez volt nehéz. Mi ez a szar, érted? Egyébként hogy definiálnátok a zenekarnak a stílusát? Tudom, ezért teszem fel a kérdést, mert hát most például az Omega Diet Rap-nél láttam valami, nem szóval hogy írtak, hogy gent, és a Gergő meg elmondta direkt a podcastban, hogy nem gent, amit játszol. Hát az nem is gent. Inkább körülírni tudjuk, hogy milyen hatások vannak benne, azok meg annyira különbözőek. Egyébként azért be lehet úgymond skatujázni, mert szerintem, hogyha azt mondjuk rá, hogy progresszív elemekkel tarkított groove metal, akkor szerintem ez működhet. Nekem is kb. Ez jutott eszembe. Hogy ezzel így be lehet zárni. Az EP az még nem az volt, de utána már abszolút. Igen, tehát a nagy nemez, meg ez az új EP, ez meg már feltétlenül inkább ilyen grúvosabb. Egyre grúvosodtunk, és akkor meg van bonyolítva, de alapvetően grúvos, szóval
maximum ebben progresszív. Legtöbbször négynegyed, szóval olyan. Itt a progresszivitás nem a virgázásban van, hanem mondjuk a dalszerkezetben esetleg. Struktúrák, meg a témák. Dinamikaváltások, nagyon sok dinamikaváltás. Igen. Hát tudom, mondjuk most progresszivitás nem feltétlenül a hangszeres maszturbációt jelenti. Tehát csak ugye ezt a Heidegger is elmondta, hogy azt mondta, hogy prog, akkor mindenki izé, Dream Theater. Labri. Ja, zenekar, ami szerintem 2002 óta nem adott ki jól ezt. De... Hát, előtte se. A Six Degrees-t azt nagyon szerettem. Abban az, volt az, metal. Az a Six Degrees az jó volt. A Train of Tactól még az első három nóta jó volt. Igen, igen. Tehát tök érdekes, hogy én... Nem? Az evéket hallgass meg, azt a világ egyik legjobb lemezet. Így ismerem meg, így hallgattam már így őket. Így meg a nővérem férje gyerekkoromban állandóan berakta a videót, és azt nézd meg. Egyébként én, tehát ugye én abban a táborban tartozom, nem vagyok ez a demók még jók voltak figura, de szerintem, ami Kevin Moore volt ott, addig volt jó a Dream. Yes. Tehát, ott... És önmagában is rettenetesen a Chroma Key, a mai igen, napig igen, az egy legnagyobb szerelmem, abszolút, meg, abszolút. A, meg az Ossi, OSI. Igen. Az a csávó, az a Jenny, egy óriási koponya. Gyönyörű. És az, hogy tudásra, meg így, ami interjúban legyen emberileg, mondjuk a Rudeszről, bírom a csávót, de nekem ez a klimpírozós, szétzongorázós valami, ez nem jön be. Tehát ez a... Igen, itt kell szétválasztani a dalszerzést. A maszturbációt. A maszturbációt. Igen, a Kevin Moore, ez egy több, mint egy zenész. Tehát ő emberileg is, meg agyban is, meg mindenben, meg mint dalszerző egy zseniális. Tudom, amikor nem tudtam, hogy a Chroma Key az ő cucca, ugye valamelyik lemez volt ilyen pár száz forint leárazva, szerintem a Jugon. Azt lehetett ilyen 500 forintért bármelyik izé. Szerintem hetekre beragadt a diszkon, most mondom, hogy fú, de annyira elszállós tudsz, baromi jó. Igen, hát ugye amiről mondtam, hogy az evéket hallgass meg, hogy az utolsó dal, a Space Dive, ez szerintem az egyik leggyönyörűbb tétel, amit valaha írtak. Tehát, ilyen tök minimál az egész, de ugyanakkor mégsem. Ott még a dal volt fontos, meg ott még az volt fontos, hogy alkossanak, és nem az, hogy virgázzanak. Na mindegy, külön hát ezt lehet mondani a stepről is. Ugyanezt. Most, hogy az a fontos, hogy virgázzunk? Hogy a dal sokkal fontosabb, mint az egyéni hangszeres. Igen, ez mondjuk igaz, a dobot leszámítva. Amúgy, nem, csak vicceltem egyébként, tényleg. De ez tényleg ez van. Azt mondják, túl van játszva. És pedig nincs, pedig föladjuk az egónkat. Szerinted túl van játszva a dob? Egyébként, tehát most egy őszinte kérdés. Szerintem kell, cici. Hogy vigye. Én nem hallottam, de szerintem nincs túl játszva. Megszólt a dobos kolléga stúdió sarkából, igen. Köszönjük szépen. Majd hallgass meg. Az dobon nincs, de van. Jó, hát a Mastodont el lehet adni, ezt is el lehet. A Mastodon az túl van játszva, de az meg jó. Nem, de ez is jó. Csak... Mastodon az zenekar, ami hogyha azt mondják, hogy mit tudom, így kitörölnek, mint a Yesterday Beatles, Mastodob. Nekem nem hiányozna. Bocs, Tomi. Mi szeretjük. De azon a fura módja. A világ összes krumplizsákat kiborítják. Vannak zenekarok, amik nekem elképesztő módon nem működnek. Na, Mastodon az egyik, túl a másik. Ú, de jó! Fú, figyelj! Gyűlöm. Mármint, hogy nem, de... Most, amikor az új lemez kijött, a hangfuga miatt hallgatni kellett. Nem tudtam végig hallgatni sajnos. Ugye vannak hajta tök jó hangulatok, meg így tök jó az egész, és azt hiszem, de jó pontszámot is adtam rá a hangpróbán, mert hogy értem én, hogy valakinek ez miért működik. Nekem egy szép old story. Semmi újat nem hozott. Meditálni, aludni rá nagyon jókat lehet. Ja, csak arra van. Meg dugni biztos. Biztos, hát ugye. Ki tudja. Hát sose dugtál. Csináltam már rá. Ezek vagyunk egyébként. Lehetne még így sorolni ezeket a zenekarokat, amik nekem nem működnek, csak erről is lehetne egy külön adást csinálni. Nekem a Dream pont ilyen, azért voltam az előbb ilyen nagyon kusba, mert így annyira nem talált meg soha. Same shit. De ha már ilyen gitármasztubás, akkor Steve White hallgatok, de az se sokat. Amúgy jó, igen. Annak inkább a Devin Townsend változatát hallgatom. De amúgy, tehát hogyha meg ilyen, tehát metal gitár, ilyen virga kell, akkor nem tudom, szerintem egy az, hogy Panther, ugye Dimebag, ugye alap. Egyértelmű. Én például szeretem az izéket, az old school Mustang szólókat is, például a Megadethből, vagy a későbbiek is jók, én ilyen trash-esebb vonalon mozogtam amúgy, mint a srácok. Ők vittek bele a prog dologba. Geri, de... egy semmilyen más zenekart nem ismert a Step, de előtt csak a Slayert. Nem, ismertem mást is. Panther kazijaim voltak, te bunkó. És hallottad már a Reinventing the Steel remix remastert? Mutattam neki. Nekem tetszik amúgy.
Egy nagyobb a tere, egy kicsit közelebb van, úgymond. Úgy, hogy, ilyen széles. Sírni tudtam volna, amikor hallgattam. Nem lett olyan rossz szerintem amúgy. Nekem a régiben kicsit olyan középhiányos volt, túl sok volt. Nekem pont azt tetszett a régiben, hogy iszonyatosan paraszt, és más, mint a többi. Úgyhogy nem ez a kedvencem. Nekem a Great Southern Trendkill az abszolút best a pantrát. Ja, az igaz. Amúgy máshogy szólt az tény, az a Reinventing the Steel, a régebbi is, a Master is, de úgyhogy beraktam egymás mellé a kettőt, úgy, hogy is mondjam, inkább modernizáltak a hangzásán, mint hogy... Kár volt, igen. Most már csak abban reménykedek, hogy a Damage Plan lemez nem üt erre a sorsra, nem találja ki valaki, bár az hála Istennek az bukás volt, úgyhogy azt csak nem fogják. Én nem tudom, én azt halálra hallgattam. Én nagyon szeretem. Én szerettem. Pont múltkor ki is tettem. Kis tettem a Facebookra, hogy lemez, amit senki nem szeret, csak én, vagy nem is tudom milyen szöveggel, és ott jöttek alatt a kommentek, hogy jó, imádom, széthallgattam minden, csak így, tudod, én arra emlékszem, hogy bementem, nem is tudom, valamelyik ilyen drogériába, és ki voltak hányva pár száz forintért a CD-k a turkába, és akkor mit tudom én, hopp egy győzik, hopp egy Robidi, Demecspen, mi? Tudod, mit keres ez itt? És akkor így vettem, két lemezt vettem, akkor a Demecspen lemezt, meg a Fieldinek az első szólamazét, a Field is James, az rap lemezt. Ennyi. Így vicces volt, hogy ez a kettő nem, ez így be volt keverve a sok pop, meg techno, meg diszkó, meg többi hasonló igényes zene közé. Mi volt számotokra zeneileg a legnagyobb hatás, amire azt tudjátok mondani, hogy igen, nektek kvázi ez nyitotta fel a szemeteket, és az bármikor, bárhol jöhet. Ha csak egyet mondhatnátok, akkor melyik három az? Egy zenekarra, vagy úgy általában? Figyelj, hogyha előadót tudsz mondani konkrétan, az is ja, nem jó. Úgy, hanem hogy hát, mint zenekar, vagy mint zenehallgató. Figyelj, akkor mondjuk nem mint zenehallgató. És mondjuk, hogy mi volt az, aminek hatására hangszert fogtál a kezedbe? Úgy közelítsd meg a kérdést. Anyád. Gyerünk, játsszál, gyakorolják! Teged anyád befolyásoltak ezek szerint. Hát ami a zenekar, vagy mi az, hangszert fogtam a kezembe, az a Nirvana. Szörnyű, de kb. Ez. Hány percnél vagyunk? Csak tudjam, hol kell vágni. itt a nagy csöndek, tudod. Akkor menjünk is tovább, már. Viszont Márk a végén, mert ő nagyon sokat tud erről beszélni. Jó, de Attila? Nem fogok sokat beszélni. Hát én a korai Karelgot nem, amúgy nem tudom. nem a koreai, hanem a korai... A korai elgott, az milyen lenne? Figyelj, hallod, ma engem a Laci várt egy olyan szó vicc, hogy aztán a sarkon fordulok, és hazamegyek. Holnap egy különleges adást teszünk föl, ahol a Kosztán Csabi barátom lesz az egyik vendég, és mondja, nem lehet, hogy a Tisztán Csabi jön helyett? és nem lehet? Általán néztem, mondom, én ezt nem bírom. Igen, tehát akkor kórai igen, egyébként tartottunk. Nem tudom, hogy jobb-e, mint a Michelin Nirvana-s válaszom, hogy nekem a System of a Down vagy a Metallica, de nem tudom eldönteni valamelyik a kettő közül. Kb. Párhuzamosan érkeztek be a légkörömbe. Akkor már csak bennetek van a reményem, hogy olyat mondtok, igen, amit én is szeretem. Én nem tudom, tehát én nálam régen, tehát nagyon kevés ilyen metal zenő jött be. Én nagyon sok mindent hallgattam alapvetően, de ez a... Tehát amiket én nekiálltam tényleg így gitározgatni, az legelőször, mivel a legelőször úgymond ilyen rock vagy metal, az nekem a Tankcsapda kazetta volt, hogy jönnek a férjek. Úgyhogy én nekem az volt az, amit én folyamatosan akartam nyomatni, majd utána kaptam egy Metallicát, és utána az Eiket. Volt. Két lemezt én is szeretem, csak azért kérdezem. A Master of Puppets volt azt hiszem az első, amit kaptam onnan, aztán jött a Black, és utána mi úgy mentünk visszafelé igazándiba, és úgy rájöttünk, hogy ami a Black album előtt volt, az jobb, mint ami utána jött. Relatív. De szerettük azt is, csak az másfajta volt, az nem ugyanaz volt. Amúgy a másik az, ami nálam ez a Metallica volt szerintem, a Slayer, meg a Pantera. Hát a Pantera nálam és is így, a Panterából a groove, meg az egész az a fölépítmény, meg ahogy annak lüktetnie kell, meg amilyen vokál elképzelésem van egy metal zenében, az egy az egybe Pantera. Tehát így nálam az a top. Úgyhogy így ez van. Akkor ugye jöhetsz te időkorlát nélkül. Na, sziasztok! Sziasztok! Jó, ezt folytatjuk. Mi történt Komlón? Hoppá! Ja, nekem az volt a szerencsém, hogy a nővérem révén nagyon korán belekerültem ebbe a rock meg metal történetbe, úgyhogy már 6 évesen verettem a Faith No More klipre az MTV előtt,
és a nővérem férje is dobos volt, és ő volt az első nagy példaképen, meg neki is szintén, meg nekem is emiatt a Mike Bordin a Faith No More-ból. A mai napig hatással van rám, meg miatta tanultam meg balkezesen dobolni, meg amiatt, mert invivel gyulladásom volt fél évig, és megtanultam balkezesen dobolni. Ő, mert alapvetően jobbkezes vagy. Ja. De hát most meg már mindegy, hogy mivel. Már akkor a sztár, hogy meg igen, most már ez a tetej. Ja, de azok az afrikai törzsi grúvok, meg az, hogy kegyetlenül megütöm, hogy kávásan, hogy mindenhol flemelek, ezek mind a Mike Bordintól jönnek. És akkor még egy embert mondanék, aki így a dobolásomra nagy hatással volt az elmúlt 10 évben, az meg az Austin Damond a Chimera-ból, meg most a Devil Driver-nek a dobosa. Az a csávó, az nagyon kevesen ismerik, és nagyon nem kapja meg a kreditet azért, amit csinál, mert egyszerűen fantasztikus, hogy mennyire kreatívan áll a dobolás, és ő is telebassza a hip-hoppal, meg trappel a témáit, és hülyét kapsz. Annyira benne van a stank, meg ez a tag életérzés. Tőle nyúltam iszonyat sokat a Ezek mind. Minden meg ezek folytott lápcinek, ezek mind. Meg a Fear Factory, ez még a harmadik, ami nagyon pici gyerekkorom óta. Tökéletes, a Fear Factory most kezdtem el felfedezni egy 2-3 hónapja. Úgy meg volt mindig, meg úgy ismertem dalokat, meg ilyesmi, hogy most kezdtem jobban ráfeküdni. Hát most azok ugyanaz, hogy igazán a Kornt is most egy hónapja, amikor elolvastam a Fieldynek a könyvét, akkor kattantam rá, tehát ez... Mindig úgy jöttem vele, hogy 3 lemezt szerettem tőlük, a Path of Totality-t, Paradigm Shift-et, meg az utolsó Donatingot, és így nekem ennyi elég is belőle. És akkor most a... Micsoda? Nem, az furi, hogy belső 4 Donating az úgy menő. Ja, nem, de most így elkezdtem ugye a Fieldy könyvének hatására, ha nem olvastatok, akkor mindenkinek ajánlom, viszonyatosan jó könyv, rohadt motiváló, hogy lehet nagy seggfejből kis seggfejjé válni, kurva jó. És annak hatására így meghallgattam ugye az LAPD demókat is, meg meghallgattam a korai lemezeket is, és így teljesen mást mondott már, mert annól nem, valahogy nem. Nagyon éltem a nyúmetát, rettenetesen, meg a mai napig is imádom, de valahogy ők nekem így kimaradtak. Nem annyira mondjuk, mint a Slipknot például, mert a mai napig nem tudok megszeretni, de... Mondjuk az nekem is csak utólag, nem, abszolút. Nem. Nekem az visszatérve, hogyha dél van, ha nem jó, akkor ez még rosszabb lesz, mert nekem így a Slipknot, meg úgy általában az a nu metal vonal az, amit lehet. Csak így, azért mondtam a Nirvanát, hogy az volt az első, mert akkor tényleg akkor fogtam először gitárt a kezemben, nyilván ilyen gyerekként. Aztán utána jött ilyen Guns, Aerosmith, Metallica, és akkor itt szépen lépegettünk fölfelé. Mert a ranglétre átadtunk. Ki mondta a másik zenekart, amely a kedvencem. Nem, mert nyilván azóta én se hallgatom ezeket, tehát hogy így... Ja, nem figyelj, egyébként ne én kinőttek. Az éveket rájöttem, hogy nem, hogy semmi baj nincsen Nirvanával, és az utóbbi időben kimondottan kezdem megszeretni. De régen nem rohadtul, nem nagy pörzsömes voltam mindig is, és így tudod, hogy valahogy nekem így nem jött össze a kettő. De... Túl volt tolva. Igen. Már hány tálasz? De nem a zenével karra volt a baj, hanem ezzel az egészen, hogy az arszal hallották. Ezért hallgattam én például Marilyn Manson-t Orba szájba, mert az még minden ellen volt. Ja. Az meg a másik, ami ilyen nagy befolyás például nekem. Ott is de kurva jó az új lemez. Senkinek nem tetszik, szerintem. Az a baj, hogy én nekem a Manson az abba hagyta a Golden Age of Grotesque-nél teljesen. Teljesen jó. Utána kiadott 2 hallgatatlan lemez, majd utána kiadott 2 jót. Én nagyon szerettem az Eat Me, Drink Me. Más, az a baj, hogy... Én... Vannak hagyott nagyon jó dalok, de nekem összességében, mint lemez nem működik. Bár nem annyira rossz, mint a következő. Yeah. A High End of Flow, mint 2 értékeltő dal van, az Armageddon, Motherfucking Geddon, meg a Leave Us Scar, a többit azt meg úgy diplomatikusan hagyjuk. De 2 EP, 15 bónusz dallal. Nekem a Manson az mindig erről szólt, erről az ilyen elgondolkodtató szöveg, tehát az volt az első olyan tényleg, ami nekem az volt, hogy az a fajta szövegírás, az... Ugye később azért is, hogy a Nine Inch Nails-t annyira nem hallgattam régen, mert valahogy akkor én nekem a Manson teljesen elvonta így az agyamat, csak így később realizáltam, hogy konkrétan ami nekem tetszik, az Nine Inch Nails, és utána full Nine Inch Nails, orva szájba minden, és már az, amit bármikor, akármikor meg tudok hallgatni, akár meg hát albumon. Igen, nekem is ugye életkorban fakadólag ez a vonal, ez a Nine Inch Nails, The Groups, KMFDM, ezek mind később estek le, ugye a Ministry ezek, tehát ami korábban volt, meg ugye
ők voltak ráhatással, csak ja. Úgy hát fordítva ismerted meg. Mit tudom, Rob Zombie-n keresztül ismertem meg az Alice Cooper, tehát ciki, nem ciki, ez van. Ja, van ez tehát... Én örülök, mert nekem a srácok mutatták a legtöbb olyan zenét, ami mai napig ilyen halálkedvencem. Egyébként a Godzilla volt a nagy ugrás, a nem? Uff, igen, az brutál. Érdekes, hogy úgyhogy ezekből a, hát nem is tudom, hogy az Gent, hol állat nem, nem, a Godzilla, az ilyen, nem. Az mi az ilyen black metal szerű valamilyen dolog, nem? Viccelek igazából ezzel. Jó, már ide kaptam. Nem, csak egy, amikor a legutóbbi lemez kijött, akkor egy valami portán írtak a kritikába, hogy a mit tudom én, ez egy Gent éllovasai, meg is mostan, hogy parancsolsz? Tehát, hogy az ilyen... Igen, há, ez is ilyen, túlhasználják már ezeket. Persze. Nem tudják bekategorizálni, ugye, mert annyira meg nem szofisztikáltak, hogy most akkor így utána járnak, hogy hú, akkor ez melyik a rész lehet, meg az is túl van már tolva. Ja, hogy ez sehol nem gent. Igen. Nem, nekem se ez a ukul. Semmi gent. Gent az ott kezdődik, hogy periferi. Kb. Tehát így abban vannak már olyan. Talán már az se az annyira. Meg az se, ők se olyanok, az utolsó két album már nem olyan. Csak hogy elindult az elő. Felnőttek ők is. Igen. Ja, de hát mondjuk, tehát így még nyugodtál az egy gondolat, hogy emlékszem, hogy ott például mennyi jó zenekar volt, és mikor így sokan, tudod, főleg a nálunk picit idősebb arcok, hogy sok divatos, populáris szar, mondom, azért voltak ott elég súlyos dolgok. Micsoda. És akkor mondjuk mit tudom, például mondtam egyik havarának, hogy tök szeretem a Megadetet, meg ezeket, mondom, Drowning Pool meg nem működik. Hát mondom, miért nem? Hát, ő azt nem ismeri. Odaadtam neki az első két lemezt. Ez kurva, hogy tudsz ezekből szerezni? Hát persze tudok, hát áruljuk mi is a webshopot, hogyne persze. Ja, egész jó zenék voltak ezek. A Bozsó vagy a nagy lázadó egyébként, ugye ki a csinálom a sportalsot, ő mondta múltkor, hogy takarítottam otthon, találtam neked egy pár CD-t, és akkor első három kornt kaptam tőle, nem tudom miket, nekem pont jó lesz a polcra. Igen, ő ilyen, szorzenék. Jó, most mit tudom, az aláírom, hogy mondjuk a Linkin Park paparocs fonal nem tetszik, azt mondom, hogy jó, az, tudom, nekik lehet egy kicsit lájtos, de azért voltak ott súlyok keményen. És mi volt a ugye te elmondtad, hogy rád, neked ki volt a, abszolút az ilyen hangszeres, aki így példakép. Nektek van ilyen? Neked basszusgitár például is? Hm? Hát... Ugye én azóta basszusgitározom, hogy beléptem most a zenekarba két évvel ezelőtt, tehát nem túl régebb óta. Előtte sokáig nem csináltam semmit, előtte meg gitároztam nagyon szarul. Nem, mintha most jobb a szigitároznék, de... szóval nem, nincs. Inkább ilyen soundok vannak, amiket nagyon szeretek, és ami most megy, ez a nolli vonal. És nem maga az ember, hanem amit kitalált, hogy hogyan is kéne szólnia így 2010-20 környékén szerinte a basszusgitárnak, ez így nekem így nagyon... Nagyon tetszik. Nektek van ilyen? Aki úgy egyértelműen rámondható, hogy hatás? Hát nem tudom, szerintem én magamat inkább dalszerzőnek tartom elsődlegesen, és csak másodlagosan gitárosnak, tehát tulajdonképpen egy eszköz, nekem ilyen hangszeres bálványom ebből a szempontból nincsen, hogy gitáros. Nyilván a Dimebagnek a feelingje, meg ahogy gitározott, amellett nem lehet elmenni, tehát így őt tudnám mondani esetleg. Hát az vagy, nekem is ugye ez jött, nem? Meg ugye én vagyok a lokál trash metal arc, amúgy így a zenekarba. Csak lokál trash, csak így simán. Lokál, tehát csak így belül. Csak így a helyi szemét. De nem tudom, tehát én például imádtam mindig is, például a Hatefieldnek például, tehát ahogy játszik meg az a riff, az a downpick, meg hogy legyen meg a pikatak. Jó, tehát nekem tényleg, is igazániból a sound maga az, ami nekem olyan kell, hogy legyen, hogy tehát én azt a fajta ilyen gitár hangzást szeretem, amit mondjuk azt egy Hatefieldből előjön, vagy egy, mit tudom én, egy Dave Mustaine-nek például hasonló az a középvágása, ahogy ezek vannak. Meg hát ugye a Dimebag egyértelműen, hogy mindenkinek, mert azért vettem az első gitáromat is olyannak, hogy volt rajta a tremolókar, mert akartam a dive bombokat megtanulni, meg a pinky squealt, meg a minden nyavaját, tehát így... Nem lehet elmenni mert... Nekem is sehova. Az egyébként az első olyan, hogy elkezdtem kimondottan gitára figyelni zenébe. Megkaptam az első Pantera Kazimot 2000-ben, Far Beyond Drive-ent, és lepusztított kb. Azonnal az első nóta így legyalult teljesen, és mikor a Becoming-nál megvan az a jellegzetes sípolós téma az elején. Igen.
Ja, faszom, ilyen van. Hát meg ott is a teljes kontraszt, tehát így a két hangból lévő riffből szétviszi az agyadat, ahogy a Vinny alájátszik, meg van lá egy basszusgitár, majd a következő résznél így megszűnik minden gitár, csak a Rexot játszik, és olyan szóló, hogy így ez most mi a szom. Úgyhogy így abban benne van kb. Minden, ami kell. Annál több nem kell, szerintem. Igen. Ennyi. Sajnos nagyon durván. Hát mondjuk ebben öttünk fel ebbe a korszakba, tehát ők ja, voltak azok, akik nálunk így bevágtak. Most mondhatnék még én ilyen Slipknotot, meg Kont, meg ilyeneket is hallgattam, meg Limp Bizkitet, meg ilyenek. A Limp Bizkitben is például nagyon szerettem a Wes Borlandnak a gitár témáit. Hát hogy nagyon teljesen másképp van gondolva, ugyanúgy, ahogy a gitár téma mondjuk egy Rage Against the Machine-ben is tök máshogy van, ugye a Tom Morello, ahogy játszik, hogy ő nem is gitárként kezeli, hanem mint egy ilyen scratch, ilyen pult, és én annól még DJ-ztem is, meg minden, és tök fura volt így visszahallani ilyen ezeket az ilyen scratch témákat gitáron, hogy így ez mi. Egyébként érdekes, hogy mondod a Wes Borlandot, hogy szerintem az a csávó nem kapta meg a neki járó az ismerést. Nem, egy zseni. Bizony. Zseni. Mondta pont szerintem, hogy az extravaganciája miatt így a tudására nem figyeltek oda sose, pedig. Én miatt tenni, hogy néztem a Limp Bizkitet, hogy ki volt mindig festve, mondom, ki ez az állat, mondom, ez a sátán ilyen kereszt a homlokán, ő nekem tetszik, tök fekete az egész ember, jöhet, te pokol, lélekpudva. Te egyszerű ember vagy amúgy, de... Én szeretem a vizuális megvalósítását nézni, az ilyen halálnak, meg az ilyen mocsoknak. És főleg a fejlett szólót úgy szerettem, hiszen alul értékelt lett, mert a Black Line Burns az egy kibaszott zseni. Igen, amúgy azt is a Mark rábetített engem is, és én azt is halálra hallgattam utána. Egyébként én ezt azért nem értem, ugyanazért, amiért mondjuk az előbb említett Fieldy szól lemezre is néztem, hogy kb. Nem, hogy nem durrant annól, hát nem is annyira ismeri senki, pedig egy tök korrekt rap lemez, nem azt mondom, hogy kiemelkedő, de hogy ha azt nézzük, hogy igazából a csáva előtte nem rappel sose, akkor tök király tud. És mondjuk ahhoz képest meg most a sokat szopkodott basszusgitára szóló lemeze meg nekem annyira unalmas volt, ezt nem is hallgattam végig egyszer se. De mindegy, ez valószínűleg nem nekem készült, hanem zenészeknek. Ugye mondtátok, hogy beépítettek, csak kicsit visszazökkenjünk ugye a Stepdre is, mondtátok, hogy beépítettek a... Nem kell, jó? Akkor nem. De. Beépítettek mind az öt dalt a koncertprogramba. Elhagyjátok mondjuk már a korai EP-t lassan, vagy pedig fontosnak tartjátok, hogy minden anyagotokról legyen? Egy szám van a búcsúzó, vagy az utolsó dal. Szerintem az meg is szerintem fog maradni. Minden koncerten eddig az volt az utolsó dal. Nagyon jó záró. És záró szerintem dal. Az is lesz. Legalábbis nagyon sokáig. Seek and Destroy. Minden koncerten le kell mennie körülbelül. De egyébként nekem a többi dal is, én még mindig játszom. Játszani szerintem fogunk még róla, biztos igen, mert van még olyan dal, amit én nem játszottam, meg még lehet, hogy ti se élőben, vagy olyan nagyon nincs. Keveset, nem akkor játszott. Csak nagyon keveset. De szerintem... Már pörgette regisztrált fejében, hogy volt. Szerintem kell, igen. És ugye most még nincs olyan hosszú programunk, így tudunk rotálni is. Meg ugye lehangoltunk közben, meg baritongitárok vannak, és sokkal jobban játszunk, és azok a dalok egyébként nagyon jól öregedtek. És most ezzel a hangzással, meg ezzel a hangszeres tudással szerintem egy-két dal azért igen, igen. Az a jó egyébként, hogy nincs olyan dal, hogy mondjuk mit tudom én, megkérdezi, hogy az első dal az mondjuk szerintem szar-e vagy nem, mert azért szokták mondani a zenészek, hogy hát azért a korai vagy koreai EP, ugye az nem annyira volt jó, akkor még nem volt kiforva egy zenekar, meg stb. De nekem még mindig tetszik az összes dal. Tehát még a legrégebbi is. A dalok jól vannak megírva, csak játszani nem tudtunk, meg igen. Nem szólt úgy, ahogy... Úgy, ahogy most szerettük. Mindig visszahalljuk, hogy élőben sokkal másképp hatnak ezek a számok, mint mondjuk az albumon, az EP-ken, vagy akárhol. Mert ott valahogy ott, nem is tudom, talán ez a modern ilyen zenekészítésnek ilyen problémája, hát, hogy ott, nagyon steril tud lenni egy dolog, igen. Főleg, hogyha jó gridre húznak mindent. Én nagyon adom az ilyen régi dolgokat, amikor még régen szalagra vették a dolgokat, és hogy föl kellett játszani egybe a zenekarnak, és ott valahogy van benne egy olyan fajta, azok a hibák, meg azok a kis mellényúlások, meg egy kis kattanások, meg recsenések, meg belassul a tempó, akármi, hogy ad neki egy ilyen emberi, ilyen egy lelket valahogy. Mi? És ezek hiányoznak szerintem egy picit az EP. Ez az új EP, ez például már sokkal jobb, mint mondjuk az első volt ilyen szempontból. Hogy az tényleg nagyon ilyen gridem volt, és tényleg, ahogy a srácok is mondták, nem is úgy tudtunk játszani, de most egyre jobban haladunk ehhez, hogy ez ilyen előjöjjön belőle az, amiről szerintem ez a zenekar szól, hogy ami élőben, ami játszunk, az szerintem az, gyertek el, nézze meg mindenki, mert azt szerintem azt megjegyzik.
mert hogy olyan energiát tudunk átadni így a színpadon, ami a lemezen mondjuk még pont nem jött át. Következőnek akkor jött egy koncert LP például. Igen, igen. Vagy elmetnénk feljátszani egybe, csak ott az a, meg az a probléma szerintem, hogy... Nem is a pénz, mert hogyha le tudnánk játszani, akkor nem lenne olyan drága. Jó, egyébként. Hát, hogyha nem egy éve megakarnánk egy egész albumot kiadni, akkor meg is tudjuk tanulni. Hát csak az, hogyha nem 8 órában zenélsz egy napon, megvan a kis én magad életem, meg a munkád, meg stb. Meg a gyerek. Akkor az, hogy te hogy pontosan játszad föl, meg faszán játszad föl egybe, rövid idő alatt, hát az szinte lehetetlen, szerintem. Vagy nem tudom. Sose próbáltuk. Hát, hogyha hat évesen nekiállunk zenélni, meg elmegyünk zenesuliba, tehát az egy másik állatfaj. Van a zenész, meg van a hangszer tulajdonos. Jó, az Isten háta mögöttnél se volt senki ilyesmi, szerintem. Aztán mégis feljátszották. Persze, lehet hallani rajta, hogy nem izé, de az is úgy a jó. Meg azért persze, hogy jó. Meg kéne próbálni egyébként. Szerintem följátszani. Ja, azt nem mondtam, hogy nem tudnánk följátszani, csak itt az a kérdés, hogy olyan állapotban lenne följátsz, hogy hallgatható. Tehát, hogy, szerintem igen. Hogy tudod, hogy nem esne szét a picsába az egész, mert hogy koncerten maga... Jó, nem egyetlen egy tékből kell, nem izé Tompeti vagyunk, érted, hogy egy tékből az egészet így tökéletesre följátszuk. Amúgy megpróbálhatjuk. Tehát így, de nem, egy ilyen 3-4 tékből szerintem simán össze lehetne várni tök jóra amúgy. Tehát azzal nem lenne semmi baj. Vagy 5-ből. Legyen 5. Legyen 5, én. High five! Itt a legelső EP-nél a Gál Csabival, amikor mondta, hogy nagyon jó, akkor most próbáljuk meg figyelembe venni a metronómot is. Igen. Okay. De amúgy metronóm nélkül jó volt. Csak hogy az a fránya metronóm az ott. Azok a csikokot a monitoron, hogy furán nem úgy csúszik álltak. A metronóm, az a baj. Az meg ordított mutka, hogy csúszik a metronóm, mondom, nem csúszik. 10 éve volt. Azóta se fejlődtél sokat egyébként. Nem. Mert nem akarok. Ugye időközben te bekerültél a Watch My Dying-ba is. Szerinted ez viheti a zenekart előre? Jelenthet ez nektek előnyt? Vagy pont, hogy inkább az lesz a baj, kicsit nehezebb lesz összeegyeztetni a dolgokat? Kérlek, mesélj! Biztosítva volt rajtam, hogy a VMD már nyugdíjba vonult, tehát ilyen nyugdíjasan toljuk, aztán bekerültem a zenekarba, és hirtem mindenki megtátosodott. De szedd végre elkészül. Figyelj, eddig se volt életem, ezután se lesz, úgyhogy megoldjuk. De még azért elmentél falat mászni. De... Két zenekart együtt. Remélem, hogy segít, meg hogy Gábor. Tudom, a Gábor, igen. Tehát a VMD az például pont az egyik magyar zenekar az IHM mellett, ami kurva nagy hatással volt mindannyiunkra zenészként. Ez valami, mire gondolsz? Igen. Így van. Hát... Úgyis mindjárt 30 meg, hogy iszunk, hányunk, mellé fekszünk. Meglett. Hagyjad már a mákat beszélni, hát én kérek elnézést, nem is elnézést. Na, szóval dalszerzési szempontból, meg mindenféle szempontból nagyon nagy párhuzamok vannak a VMD-vel szerintem, abban, amit mit csinálunk. Úgyhogy akinek bejön a VMD, annak szerintem abszolút bejöhet a Step is. Aztán remélem, hogy majd ráhallgatnak arra, hogy mi a fasz csinálok egyébként. Úgyhogy bárkit érdekel, hogy ki a dobos a VMD-be és mit csinál. Mert... Nem láttalak múltkor a koncerten, csak tudtam. Hát mert ott voltam hátul. Meg pici. Nem raktak oda nulla fényt se. Meg pici. Az volt a baj. Meg hogy törpe vagy, igen, de az most azért mindegy. Is. Mit szóltál egyébként, amikor érkezett ez a felkérés? Vagy nem tudom mondani, hogy zajlott. Kurva könnyen kiverte rá szerintem erre a hírre. One of my proudest fap. Ja. Na? Nem, ez ennél csúnyább sztori, mert az a helyzet, hogy három éve is megkerestek, és nem ezt mondtam rá. Azért, mert hogy... És másodszor nem volt pofám, nem ezt mondtam. Közben meg, amióta ismerem, ezt mondja, hogy úristen, mennyire kurva jó lenne a VMD-be dobolni. Igen, de akkor egy olyan életszakaszban voltam, ahol... Szerettél volna a VMD-be. Mondtam nekik, hogy ezt vagy 150%-on hozom, vagy sehogy.
és én akkor nagyon szar életfázisban voltam, és a Stepdel akkor csináltuk a Long Way Down-t, azt mondtam, hogy akkor rögtön az EP kiadása után nekiálltunk ennek, mellette szétment a párkapcsolatom, elvesztettem a munkahelyemet, a Gerinél laktam 2 hónapot, utána 1 éven keresztül 4-szer költöztem, egy üres lakásban éltem, nem volt egy ágyam se semmi. És, a Geri matracánál. És a belső családi dolgok is voltak, és nálam kezdett kialakulni egy ilyen pánikroham, meg tehát nagyon sok időbe telt, mire rendbe raktam magamat, lelkileg, fizikailag, minden, és nem voltam hajlandó úgy bevállalni a VMD-t, hogy ebben nem tudok 150%-ot rakni. Most pedig olyan szerencsése jött ki, hogy egyébként pont a részben a Covid miatt, hogy amikor februárban rám írt megint a Gábor, és akkor azt mondtam, hogy jó, akkor most csináljuk. És akkor fél évig kottáztam, meg ilyen nappal gyakoroltam. De mivel én a zeneiparit is most végeztem el, akkor már megszoktam, hogy hajnalban fölkelek, és akkor mindig akkor tanultam, vagy olvastam meló előtt, úgyhogy most kottázásom volt így kicserélve. Hát mert az olyan zenekar a VMD, hogy nincsenek kottáik. Borzalmas. Igen, egyébként ez képest az egy full óvoda, amit mi csinálunk, hát be van kottázva minden. Gitárpróba megírja a gitárt, megír rá egy valamilyen dobot, és én utána átírom, minden le van kottázva, mert sokkal gyorsabban haladsz. Jobban tudod tanulni, hogyha vizuálisan előtted van, miközben játszod, vagy gyakorolsz, vagy bármi, úgyhogy ebből a szempontból is nagyon autisták vagyunk, és ezt így szokták mások mondani. Én örültem neki most, hogy így év után visszajöttem, hogy megvannak az új LP konkrétan minden úgy, ahogy kell, mert néha lehallgat. Mert ezt most hogy elmutogatni, az nagyon sokáig tart, de hogy odaadsz neki egy gitárprófájt, vagy akár papíron egy tabot, vagy kottát, az sokkal egyszerűbb. Csomóan azt se tudják, hogy mit játszanak a színpadon, csak ilyen izommemóriában nyomják. Valaki gitárost megkérdezni, hogy mutasd már meg ezt a témát, és így csak úgy tudnám megmutatni, hogy így vagy végigjátsza az egészet, vagy együtt van a többiekkel, és úgy játszanak, mert amúgy nem tudja, mit csinál. És én azt mondom, hogy például a VMD is ilyen, meg a STEB, hogyha nem tudod, hogy mit csinálsz, akkor nem fog menni. Akkor el van. És nem lesz benne úgy kézbe, és nem tud belerakni ezt a dinamikát, meg hogy még úgy játszod, ahogy én játszok élőben, hogy így szétbasz az ideg, és szétkursz mindent, mert akkor tanulhatsz meg előről játszani. Tehát amikor elkezded beleélni magadat abból, hogy játszol, akkor elkezdhetsz előről tanulni a hangszereden. Teljesen más. És hogyha nem tudod, hogy mit csinálsz, akkor baszhatod. Hogy érzedek most így, hogy kijött az EP, megjelent, eltett most hazatot talán 3 hónap is, ha jól számolok. Meg az is lehet, hogy több. Mikor jött? Májusban. Tényleg, akkor 4 hónap, van, ami június. Mikor satszoljátok a következő Stepd anyagot? Ja, hát igen, ez a Csubakka módba kapcsoltam most. Vagy nem tudom, hogy csinál Csubakka? Valami ilyesmi, igen. Nem tudom. Szerintem most ilyen kislemezes témák lesznek valószínűleg. Tehát ilyen egy-egy dalos, vagy ilyen single, vagy ilyesmi. Tehát én nem hiszem, hogy most ilyen nagy lemez ki fog jönni mostanában a következő, nem tudom, 2-3 évben. Igen, hát rendezni kell a sorainkat először is. Igen. Tehát inkább csak ilyen kislemezes téma. Egy-egy dalok kijönnek. Meg az LP után megfogadtuk, hogy soha többet nem lesz ilyen, hogy kierőszakolunk magunkból egy lemezt. Amikor megérik, amikor jön, igen. Attila 2-3 hónapot ül egy dalon. És azt nem úgy, mindig, de megesik. Általában. Tehát ezt kurvára tisztem benne, hogy mindig amit odaad, az már úgy kb. Így 95%-ban kész. És addig nem mutatja meg, amíg azt mondhatom rá, mert én is rohadt nagy náci vagyok, hogy figyelj, hát ez ilyen itt-ott nem olyan vagy. Longvédámban egy riffjére azt mondtam, hogy hát ennél tudsz jobbat, és így nem tudom, szétcsapott az asztal, hogy mi az? És igazam volt. Hát én olyanokat mutatok meg már nekik, ami szerintem már mehetne a stúdióba. Tehát amíg nem jutok el oda, arra a szintre, a demómmal, vagy a draftommal, én úgy hívom, mert az a demó, amit közösen csinálunk, és én ilyen draftnak hívom, amit én csinálok egyedül, de abból indulunk ki, az nekem már mehetne a stúdióba. Tehát én addig ülök rajta, meg így pörgetem a témákat, meg újraírom, meg stb. Mert aztán ezeknek már tudni fog tetszeni. Tehát így
onnantól kezdve már csak szépíteni kell, és akkor jön rá még egy layer, amitől még faszább lesz, és utána végén meg van koronázva az egész a dalszöveggel, meg ugye az énekkel, meg az énektémákkal. És akkor még szoktunk variálni, miből mennyi, igen, és akkor valamikor még a stúdióba is ott meg lehet játszani ilyen automation-ökkel, meg mit tudom én, tehát hogy hol legyen erősebb egy rész, vagy gyengébb, tehát ott is azért még lehet belevénk plusz lelket adni. Úgyhogy szerintem ez így tök jó munkafolyam. Szóval ennyi. Nem érdemes erőszakolni ezt a folyamatot. Ezért nem akarjuk azt mondani, hogy most egy következő lemezzel ekkor fogunk készülni, hanem majd ahogy esik, úgy puffan meg, ahogy... És oké, hogy most azért a Covid elég speciális szituációt teremt, de mik a közeljövőbeni tervek? Hát a túlélésen kívül? Tülésen kívül, nem tudom... Szeretnénk tavasszal koncertezni, hogyha majd lehet, mindenképpen. 11 után is. 11 után is. Nem fog lehetni. Nem fog lehetni, nem. 11-kor van az erős támadás mindig. Ja. Igen, akkor így összegyűlnek. Erős Pista. Erős Pista. Hát kiadvány szempontból nincsen tervünk igazából. Most koncerteztetni kéne az anyagot. Szerintem mindenképpen. Idén most volt az első koncert. Igen, igen, héten. Igen. Most pénteken lesz a második, igen. És az utolsó. Az kész is. Ez az évünk, ezzel ki van meg is vagyunk, meg is vagyunk. Úgyhogy igen, tehát jövőre kéne koncertezni aztán. Meg hogy hova? Fesztiválok lehetnének jövőre. Dürernek annyi. Jó, ja. Elvileg van új hely, amit még senki nem tud, hogy hol. Biztos, hogy lesz folytatás, mert mindig megoldjuk valahogy. Igen, igen. Túlélést, aztán reméljük a legjobbakat. De az viszonylag könnyen tudunk szervezni koncertet, csak jó előre kell szólni, ugye? És akkor így egész sok dátumot le lehetne foglalni előre, csak így most én például nem merek meg más sem ezzel foglalkozni ilyen szituációkban, hogy bármikor lehet bármi, hanem ez csak a szellem, akivel szoktam jönni. Úgyhogy most nem kötöttünk le bulit, tehát hogy most ez lesz az a düren. Menjél már innen, te! Na, ez lesz a dürenes buli lesz most pénteken, és több nincs lekötve, így jövőre se. Úgyhogy... Akkor meglátjuk, hogy mi lesz. Igen, igen, nem lehet tudni. Hát gondolom, aki kíváncsi a dolgokra, meg a fejleményekre, az kövessen Facebookon meg, nem is tudom, hogy Instán is vagy. Instán is. Lassan már LinkedIn-en is leszünk. Nem tudom. V-kontaktén lesz mindenki, amikor Facebook kivonul Európából, ugye? MyVip-en is kövessetek minket. Meg MySpace-en. IV-ben is, igen, MySpace. Mindenképpen. MSN-en ránk írhatok. Igen, MSN-en nyugodtan, rezgő figyelem felkeltés. Igen, bárkivel akna keresőzök MSN-en, bármikor. Twitter, akkor ma bazzag legyetek már. Az nincs, de Tumblr-re van a zenekarnak. Tumblr-re már nincsen, mert azt elfoglaltam. Hogyha nem jön be a zené, és akkor egy OnlyFans accountot nyitunk. Igen. Az Attilát áruljuk, mert hát... Én vagyok neki a legszebb. Van a leghosszabb haja. Olyan, nem, én vagyok a legszebb. Nekem, csak igen, hát igen. Amúgy ilyen a segjukam nézlek. És fehér már. Nem fér be sem. Akkor meg a kínai ízék is nagyon szeretik. Azt ki kell fehéríteni akkor, mert azt szeretik. De nekem igen. Nem tudom fehér, majd megnézem tükörrel vagy valami. Közben itt azért elmondom a hallgatóknak, hogy miért átcsapnánk plusz 21-be. Igen, azt mondom, hogy nem bírjen a csatorna. Így megköszönöm szépen, hogy eljöttem. Kb. Ennyit gondoltam már. Ezzel kellett volna kezdeni. Hamarabb túl lettünk volna. Jó, hát mindig köszönjük szépen a meghívást. Köszönjük szépen. És sajnálom, hogy ilyen hamar levágtad ezt az egészet. Pedig ezt a témát, ezt szeretjük. Igen, igen, tehát a zenekar OnlyFans reklámját azt meg keresétek az Instagramon, hogy várjunk, nem, mert az is tiltja a bimbókat is, úgyhogy mondtam, hogy a Twitter kéne, ott mindent lehet. Ott lehet a pénót is kirakhatjátok, persze, bármit lehet. Most csinálom az akkantot, csinálom is. Igen. Itt a WC-n. Menjetek Stepped koncertre, amikor van, meg hallgassátok meg az EP-t, meg töltsétek le a Bandcampről, meg stb. Aztán jó, mondom, igen, nem felejtem el. Hogyha szeretnétek támogatni az adást, akkor megtetitek a leírásban megtalálható módokon, illetve iratkozzatok fel YouTube-on, Spotify-on, iTunes-on, Apple Podcast-en, Google Podcast-en, és a többi, és a többi, és a többi. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok! Köszi! Hello, sziasztok! Hello, sziasztok!